Sziasztok, Simon Tamás vagyok a Mánia Fitness központi stúdiójából. Mint láthatjátok, az a megtisztelő pillanat ért engem, hogy a fitness világ legmeghatározóbb alakjaival készítettek riportok, mégpedig a Fitness 2000 tulajdonosával, Pintér Ferenccel, aki nem egy nagy bajnok életútját egyengette és segítette. És ugye az egyik ilyen hatalmas és sikeres sportolónk, Kis Jenő, többszörös világbajnok és IFBB Pro testépítő. Üdvözöllek titeket! Hello mindenkinek! Hello. Őszintén mondhatom mindenféle klisé nélkül, hogy libabőr az a pillanat, amit megélhetek, mert ahogy fel is vezettelek titeket, tényleg történetünk és fitnessziparágunk legnagyobb alakjai ülnek itt most velem szemben, ezt szerintem mindenféle túlzás nélkül mondhatom. Aki végigkövette azt a 30 évet, mert ugye most éppen jubilálunk, igaz Feri, a termeddel kapcsolatban. 30 évesek lettünk, azért nem én személyesen. Maga a Fitness 2000. És hadd helyesbítsem egy kicsit Tomit, az első és a legnagyobb világbajnok volt Jenő, úgyhogy azért is hangsúlyos ez a dolog, mert az IFBB-nél elérni eredményt ez egy nagyon nagy dolog. Egy óriási dolog, mi annak idején ezt a kört megfutottuk, megnyertük, megcsináltuk. Csak azért mondom mindig úgy, hogy nyertük, mert én valahol a háttérben mindig ott voltam. Ez az ő futása volt, az ő edzése, az ő napi küzdelme, amit nap mint nap meg kellett csinálni. És én azért díjazom ezeket a srácokat, mert ahogy ő, az ő nyomdokaiban nagyon sokan követik ezt a trendet, ezt az edzésémát, hogy soha nem hagyják ki. Soha. Én Jenőnél a 12 év alatt biztos már sokszor elmondtam, kétszer hagyott ki edzést. Soha nem hagyja ki. Nem, bármi a dolog, bármi a történet várhat neki az edzése, és az eredményen ez meglátszik. És ez egy óriási dolog. Nem a 30 év miatt, hanem azért, mert ő volt az első, és az, hogy az IFBB-nek a legnagyobb bajnoka volt, ez az összetettet megnyerte. Hát a többit meg ismeritek, hogy a kvalifikáció, amit megnyertünk, miért nem jött össze, egyéb emberi mulasztások, hibák miatt. Én úgy gondolom, hogy ez nem veszi el a fényét annak, hogy mekkora eredmény volt. Abszolút nem, sőt. Akkor kicsit menjünk vissza, azért egy pár lépést tegyünk abból, hogy részletezzük a kezdeteket. Jenő, hogy kerültél kapcsolatba a sporttal és Feri bácsival? Köszönöm ezt a megtisztelő felvezetést és Feritől is, amit mondott. Én annyit javítanék, hogy ez abszolút közös út volt. Tehát ha Feri nincs, akkor én sem kerülök oda, ebbe biztos vagyok. Úgyhogy ezúton is tisztelettel köszönöm azt a rengeteg segítséget, amit ő nyújtott nekem, és a hátam mögött át. A sporttal még 14 évesen kerültem kapcsolatba. Ez nálam egy ilyen gyerekkori hóbort volt, egy ilyen álom, hogy én mindig izmos akartam lenni, és igazából ezt kezdtem el megvalósítani. Egy ilyen tök egyszerű cságáncsosoknak összerakott konditerembe, egy általános iskola pincébe kezdtem el. Majd később átkerültem a Priesolba, ez a ESC volt, hanem is ott találkoztam Pintér Ferivel, aki már akkor egyből segítő kezet nyújtott, és már akkor tanácsokkal látott el. Majd később átkerültem a Vízivárosba. Feri mondta, hogy jobb, hogyha most az ESC-t mi elhagyjuk, mert ott kicsit fura világ lett. Átkerültünk a Vízivárosba, Trublinszki István kezei alá kerültem, és vele készültem fel az első junior országos versenyre, amit rögtön meg is nyertem. Majd később István javasolta, hogy ő már nem tud nekem annyit segíteni, és hogy keressem meg a Ferit, és utána vissza is kerültem Ferihez, amit sose bánok meg, tehát sőt, abszolút hálás vagyok ezért a lépésért. Akkor már a saját termetfalai között történt ez a Igen, további ez út? Már a Chili Body Center Chili néven ment, vagy akkor még csak Chili volt. Egyetlen dolgot javítanék a dolgon, hogy az ő kedvében és a lendületében egy ilyen 90 kilós kis dagadt gyerekszerű srác jelent meg, tudod? És úgy érdekes volt a történet, mert ez egy olyan kihívás is volt, tudod, olyan alkatból építkezni, meg megcsinálni, amiben ott volt a lehetőség. Viszont a lehetőség ő volt, mert ő az, amit belerakott munkát, amit
létrehozott, az tehát te tudod, vannak emberek, akiknek, amikor egyszer felvilágosítod a történetről, akkor nem kell több benne. Lehet, hogy csak azt kérdezni meg, hogy az irányot jó, az jó. Ezt jól csináltam, az jó. Érted? Addig, amíg ezzel így lehet előre menni, addig végtelenségig. Mert a fokozatosság elméletével felfokozol mindent fel, és szerintem ott tartunk a mai napig, hogy még mindig lehet. Még mindig építkezik. Tehát ahogy annó Jenőben megláttad ezt a tehetséget és szorgalmat, onnantól kezdve szinte fél szóval értettétek egymást, és mentetek előre az úton? Ó, én most nem azt mondanám, hogy ez csak a Jenőre vonatkozik, mert akik beleszállnak ebbe a sportba, és egy kis tüzet éreznek magukba, igen, ezek el tudják követni ezt, el tudják indítani, csinálni. Ezeket az embereket már csak bizonyos korrigálásra van szükségük, vagy jóváhagyásra, hogy igen, jól csinálod, persze, menj tovább. És ezek az apró, igen, menj tovább, ez jó, hű, de jó, ezek viszik előre az embert. Minden nap van egy kis sikerélményed, bedurant a bicepszem, azt mondta az edző, hogy jó az irány, jól fejlőd. Érted? Ezek olyan apró dolgok, amiket nap mint nap meg kell élned, mindameddig edzel. Hogy sikeres legyen a mai edzésed, a holnapi is, és Szerintem nagyon sok ember van így, és nagyon sokan tanulnak a Jenő példájából, és ma már ugye mesternek hívják őt is, de nagyon sokan követik az ő útját, az elméletét, abszolút, a lendületét, és igen, ez egy követendő példa szerintem. És én úgy emlékszem, hogy már abszolút Jenőnek a junior évek is sikeresek voltak, hogy az első verseny után, ha jól értem, akkor már együtt kezdtetek dolgozni. És akkor hogy jutottunk el a világbajnokságig, ami ugye a mai napig szinte egy elérhetetlen álom a sportolók szemében, az IFBB világbajnokság. Én hadd mondjam el ezt a junior, mert volt előtt egy junior világbajnokságunk, amit nagyon megszenvedtünk. Törökország, Izmir, ha jól gondolom, ugye? Óriási elánnal érkeztünk, hát minden fotós, minden riporter őt nézte, őt kereste, mert már mérlegelésen kitűnt ott, hogy itt történni fog valami, és akkor eljött a verseny, úgy gondold el, hogy egy 10 000 ember lehetett a stadionba, ugye? Igen, full ház volt. Csak férfiak. Ott hány éves volt a Jenő, és milyen súlycsoport? 21. 20, igen, 21. 20-21. És milyen súlykategória volt ott? Plusz 90. Nehéz súly van. Plusz 90. Csak férfiak voltak az arénában. Gondold el, amikor ezek egyszerre megszólaltak, és az ő nevét skandálták, mert ugye a verseny úgy alakult, hogy a három fiú ott maradt a döntőben, egy német, egy török, meg ő, és akkor persze mindenki a töröknek szurkolt, de egyszerűen a Jenő volt a jobb, és amikor a Jenő egy olyan eredményt kapott, azt is elmondom miért, akkor a török közönség fellázadt. Tudod, mi ez az irdatlan sok ember egyszerre skandálta a nevét, és az, hogy miért? És akkor azt úgy oldották meg, ugye a nagy okosok, mert lepaktáltak, akkoriban sajnos még mentek ezek a lepaktálások, hogy úgy mondjam, ha már remélem nem működik ez, hogy megegyeztek abban, hogy a török, aki a szervező volt, hát kell nekik egy aranyérem. És mondta a német, hát ha neki kell egy aranyérem, akkor nekem kell egy ezüstérem. És akkor beraktak egy olyan semmit mondó gyereket másodiknak, és berakták a Jenőt harmadikra, amire a közönség egyszerűen lázott. Tehát sajnos az országok közötti sportdiplomácia rendezte a rangsort, nem a valóság. Aztán ez a egymás közötti diplomácia évekkel később megbukott, amikor nyilvánosságra is hozták, azt hiszem a... Nem a Sportrevűben. Nem a Binapri, hanem a... hogy hívták a németet, a szemüvegest? Hát, Erik Jenel, ugye ő nyilvánosságra is hozta azt, hogy mert mi a végén jobba lettünk, tudod? Aztán, mikor később megjelentik a nagyvilágbajnokságokon, akkor Úristen meg jött, csókogatott minket, mert tényleg elismerte, hogy akkor ők ott hibáztak, meg is jelent az, hogy miféle eljárás ez, hogy ezt egy vezetőség megengedi. Mert ott akkor vagy azt kellett volna csinálni a Szantónyának, hogy ezt nem, gyerekek, ez szemmel láthatóan nem így van, ezt, és ő hagyta. Hagyta, de a színpadon bocsánatot kért. Amikor adta át a díjat, akkor ott rögtön bocsánatot kért. Meggondolom, amikor egy ekkora közönség téged éltet, azért azt gondolom, ott mindent igazolt. Oké, hogy sajnos a dobogó nem.
Az eredmény nem. Az eredmény nem, így van. Hát, ez egy nagyon csúnya dolog volt, és nagyon csúnya éjszakánk volt akkor. De most innen ennyi idővel visszanézve, mit mondjon az ember erre? Én azt gondolom, én mindig úgy éltem meg ezeket a versenyeket, aki vittem a gyerekemet, vagy akit éppen segítettem, hogy sajnos ő volt mindig az, akit mindig kölyöknek hívtam, mert úgy gondoltam, hogy ő talán többet kap, mint a saját gyerekem, de tudod, amikor szívből adod meg, adni akarsz meg segíteni akarsz, mindegy. Én nekem ez nagyon, hogy mondjam, fájt, hogy nem azt az eredményt kaptuk, amit érdemeltünk, és azóta is azt érzem, elmegyek egy versenyre, és így áll a gyomrom, hogy vajon az lesz az eredmény, amit én látok, mert a realitásom ez, én leírom, és akkor a legtöbbször az megtörténik. Szeretnéd, hogy tudod, mennyi munkát tett be, tudod, mi mentetek végig, hogy megkapja a reális eredményt. Én úgy gondolom, hogy a te embered, az övé, a harmadiké, ugyanannyi munkát beletesz, vagy legalábbis a megjelenéséhez képesti munkát megmutatja. Én azt szerettem volna mindig csak, hogyha ezek az értékelések olyan pártatlanul mennek, a te embered a jó, legyen az ő, oké? De ott mi nagyon, nagyon olyan csúnya dolgot kaptunk aztán. És hogy volt a továbbiak? A Sportrevűben később, azt hiszem egy évvel később lehozták a pontozólapot és az eredménylistát, és ott én voltam az első, tök érdekes módon. Az tehát igen. Közvetlen ott a versenyen is én nyertem meg a versenyt, és a speakerrel variálták meg, hogy ő mondta már be a másfajta sorrendet. Az igen, és még erre se figyeltek, hogy akkor legalább úgy tálalják a későbbiekbe, de nem is baj, mert így kijött a valóság. Azt hadd mondjam el, én annyira emlékszem, amikor bemondták a nevét, hogy ő lett a harmadik, hogy azonnal elkezdett a török közönség lázadni, és azonnal lepörgették az eredményhirdetést, hogy és győzött a török. Érted? Ki sem mondták a németnek a nevét, hogy a második. Azonnal azzal akarták csitítani, hogy és győzött a török, a török, a török. Érted? És egyszerűen ez a lázadás átment ilyen újongásba, hogy hú, mi nyertünk, érted? És igen. Szóval ez nagyon csúnya volt. És ezután volt még junior VB, vagy 21-ig volt abban az időszakban? 21-ig. Tehát akkor az volt az utolsó lehetőség. És akkor jött egy újabb feltöltődéssel, neki rúgaszkodtatok a felnőtt megjelenésnek, versenyzésnek? Így van. Onnan évekig készültünk a nagy dobásra, Guam. Jól emlékszem, Guamra. Ez alatt az évek alatt voltak verseny, vagy a fokozatosság elvével csak az edzés volt? Helyel közel, meg kisebbek, ahol ilyen formabontó, bemutatkozó, meg most csak azért induljunk el, mert miért nem, mert a ponzor úgy gondolta. Szóval ilyen kisebb versenyek voltak, de a nagy dobásra ott. Igen, tehát éles bekészülés nem volt addig, 95-ös VB-re, a Guami VB-re lett megint beélesítve a forma. És ott akkor az hogy sikerült? Hát nekem életem legnagyobb élménye volt az a verseny, attól függetlenül, hogy ott második lettem, de én annak a második helynek úgy tudtam örülni, hogy százszor jobban örültem, mint a következő évben, amikor megnyertem. Tehát ez egy olyan törés volt, pozitív törés a testépítésben, ami még eddig nem volt. Hát úgy mentünk ki, hogy az első 10-be bejutok, az már nagy dolog. Amikor fölálltunk a mérlegelésnél a verseny előtti napon, akkor is úgy néztük, hogy hát talán a 10-be bekerülök. És akkor eljött a színpad, és az első kihívástól szinte az utolsóig végig hívogattak ki. Nem is tudom, hogy 14 vagy 15-ször kihívtak így szinte egymás után. Mondhatjuk, mindenkit hozzád mértek szinte. Igen. És akkor ugye már egyből tudatos volt, hogy bekerültem a 6-os, akkor még 6-os döntő volt. És hát a döntő utáni nap, mert másnap volt a döntő, vagy bocsánat, az elődöntő utáni nap, az nekem utána egy örökké valóság volt, az éjszaka is, tehát aludni se tudtam, olyan stressz, olyan izgalom volt bennem, hogy úristen, én bekerültem egy világbajnokságon a döntőbe, és de eljött a döntő, lenyomtuk ugye a pózókat, az összpózt, a zenére a pózolás, stb., és jött az eredményhirdetés, és ugye elkezdték mondani a hatodiktól visszafelé, és én úgy satszoltam, hogy majd ilyen negyedik, ötödiknek mondják a nevem, és nem. És a harmadiknál sem, és akkor ott tudtam, hogy második vagyok, és amikor kimondták a nevem,
az első helyezett nyakába ugrottam, és körbe csókoltam őt. Én olyan boldog voltam, egy olyan hihetetlen, frenetikus élmény volt, amit azóta se éltem át. Ez a számomra óriási élmény volt. A mérlegelésnél azért történtek érdekes dolgok. Beálltunk a mérlegelő sorba, 19-en volt? Igen, ott 19. És mondja a Jenő, hogy Feri, mit keresünk itt? Nézd, mindegyik nagyobb, mint én. Magasságra. Mondom, várd ki a végét, mondom, nézd meg azt a langát. Volt egy ilyen indián kinézetű gyerek, emlékszel? Igen. Magas, hosszú, jó izomzattal. Mondom, figyelj, egy méterre magasabb, mint te. Mit izgulsz? És akkor vékonyak voltak a lábai. Ahhoz képest, a magassághoz Igen. képest. Tehát nem tudott labdába rúgni, mert. És ilyen típusú palikból sok volt, jó karosok voltak, jó nagy darabok voltak, de olyan igazán gyengék voltak lábra, vagy gyengébbek voltak. Aztán így végig méregettük a kategóriát, és arra kellett rájönnünk, hogy talán a legszálkásabb ő volt. Ugye? Mert aki Igen. győzött, az sem volt szálkásabb, csak az egy érdekesebben gömbölyűbb, egy Igen. nagyobb darab olyan. Tehát azért egy reális csata volt az első helyen. Igen, igen, igen. Hát, milyen súlyan mérlegeltél ott, Jenő? 108 kiló volt. Az igen. Milyen magassághoz párosodott ez? Később a következő évben volt 74. 74. Milyen magas vagy, Jenő? 174. Tehát már akkor igazából ott az első világbajnokságodon azt a profi testtömeget képviselted, mert ez a magasságodhoz azért már a 108-10 kiló azért igen, az igen. mutatós. Ó, nem, szerintem a következő évbe tett rá egy ilyen végleges formát. Ott volt az, amikor... Én ott olyan macis volt. Igen, ott már megvolt az a massza, amit előző évben hiányoltunk, amit a győztes produkált, ő a következő évre ezt produkálta, tehát ebbe az irányba ment a... Én azt mondom, hogy óriási forma volt. Hát azt elhiszem. Nekem van egy albumom arról a guami versenyről. Nem kisebb nevek mellett álltál, mint Tomás Solyt. Tomás, igen. Olyan betyárosan nézett ki azon a versenyen. Talán ő nyerte az abszolútot, ugye? Igen. Egy fekete srác. És a 80 kilós volt. 80 kilóban nyerte a kategóriát, és azt ő nyerte még Guamba. Mindegyet összefotózkodtunk a Tomás Solyjal, aztán ismeretség is volt régebről. Szerintem óriási, hatalmas élmény. Két gyereket mindenki vitte mindenhova fotózni. Hát ezt elhiszem. Mindent, sziklapartok, csajok, nagy show volt, nagy felhajtás volt. Igen, Kardos Lajos volt a igen, másik igen. versenyző, akivel, tehát így együtt versenyeztek. Lali is ez még a mai napig is. Jó kis gömbölyedett formában van, de nyomja edzeget. És ha jól értem, akkor már rá következő évben volt a következő VB részvétel? Így van. Hát ez egy óriási kihívás volt, ugye. Második lettem, és következő évben ugye újraindultam, és második helynél rosszabb eredményt elérni az akkori felfogásommal nem ciki tudom. Lett volna. Most már nyilván nem így látom, de akkor teljesen máshogy gondolkodtam. Hajtott a tűz, hogy akkor igenis előre kell lépni. Így van, 23 éves voltam, amikor a guami verseny volt, 24 lettem, amikor az Ammani a nyertes VB-re mentem. És az, hogy ott megnyertem, ugye ez egy szenzáció volt akkor. Ugye elsőnek sikerült. Eleve az, hogy döntőbe sem jutott még azt hiszem addig be magyar versenyző így VB-n. És ugye második lettem, következő évben meg sikerült megnyerni, tehát ez akkor így egy szenzáció volt, nekem meg egy óriási elégtétel. Az volt egy óriási dolog, hogy emlékeztek arra, hogy valaha elkövettek ezzel a gyerekkel valamit szembe, és most olyan simán nyerte ott az első helyet, hogy így nem is nagyon néztük, hogy ki lehet majd mögötte. Olyan jó volt. Én emlékszem, én nagyon régóta jártam a versenyeket, például, mikor a svájci fiú nyert. Igen. Na, hogy hívták ezt a nagy lábút? Nem tudom én se a nevét. Oké. Akkor voltam először zsűritag. Mondták, hogy nem, minden országnak képviselni kell, be kell ülni, meg kell csinálni. Kijött a mezőny, kijött egy nagy darab gyerek. Atya úristen, mekkora ez a gyerek? Hát mondom, akárhonnan nézem ezt, mondom, elsőre teszem, mondom, ez betyárosan néz ki. Betettem elsőre,
senki nem hívta ki sehova a fiút. Mondom, most fogok megbukni, mint bíró. Jön, megy a verseny, lemegy a menet, Gerőccsel voltam, bocsánat, akkor. A Gerőcs volt úgy, hogy bent volt a döntőben, aztán valamiért kikerült, és nem Fuchs, milyen Fuchs? Jean-Pierre Fuchs. Jean-Pierre Fuchs volt ez az ember. Jean-Pierre Fuchs, igen. Brutál nagy darab volt. Nem tudom, te ott voltál-e azon a versenyen, amikor elmentünk Németországba egy versenyre, és bemutatót tartott. Jött be az ember, ilyen széles volt, és egy ekkora pocok volt előtte, és néztük, hogy mondom, baromi nagy az ember, iszonyúan 163 kiló volt, és jött bemutatót tartani, és azt néztük, hogy mi az Isten lehet a pólója alatt. Hát mondom, figyelj, levette a pólót. Akkor a has ritkán láttam, de amikor az úgy befeszítette, akkor ott voltak a... Atya úristen, mondom, ez hihetetlen. Na és ő így nyerte meg azt a versenyt akkor, amin ez a Kínában volt talán, Sánkhajban a világbajnokság. Óriási formát hozott. Én azt mondom, hogy ott ő, amikor nyert, mondom, úgy nyert, hogy ilyen kivett, ott az első. Na hát valahogy így volt a Jenő is. Én egyetlen dologért izgultam, de nagyon, hogy nehogy megismétlődjön az, ami Törökországban. Mert azt, amit láttam, azt én úgy néztem, hogy nem ismerem nézni, nem ismerem elhinni, hogy ez ilyen csont nélkül most be fog jönni. És bejött. Megcsinálta a gyerek, ott állt, és mindenki őt ünnepelte. Ami nagyon nagy dolog, amit elcsesztünk, nem is tudom igazán megmondani, hogy ki cseszt el, vagy hogy. 8 órakor átvettük a díjat, és 9-kor indult a gépünk. Érted? És ha valaha valamit elhibáztunk, akkor ez az este volt, amikor mi eljöttünk onnan, és az egész banketten minket kerestek, és minket vártak. Ott kellett volna. És én szerintem azt a meghívót, amit nem kaptunk meg az olimpiára, azt ott kellett volna eszközölni, vagy szóvá tenni. Most, hogy ott ők megharagudtak ránk, vagy nem, vagy kihibázta, hogy nem, egyszerűen nem volt más járatunk, és nekünk azzal el kellett jönni. De ha tudtuk volna, hogy ennek ez az ára, akkor inkább ott maradunk napokig, amíg esetleg megoldjuk, de ez életem akkora hibája volt, bár nem én okoztam, és mondom még egyszer, ezt én nem is tudom, hogy miért kaptuk a sorstól, de ez sajnos... És utána az idő folyamán ezt nem lehetett levelezéssel kommunikálni, hogy... Nem tudtuk, szövetségek. Mert mi ugye arra vártunk, hogy egyszer csak jön a meghívó, és meghívnak minket. Tehát itt több hiba is volt, főleg igazából az, hogy ez először történt meg itt Magyarországon. Még egy áratlan út. Igen, tehát a szövetség se tudta, hogy most itt kell-e valamit csinálni. Mindenki úgy gondolta, hogy ez így automatic. Ugye be is mondták, amikor megnyertem az abszolútat, be is mondták ott a versenyen, hogy a Mr. Olympiára kvalifikálta magát kis Jenő. És akkor mi ennyivel így betudtuk, hogy akkor mi kvalifikáltunk. Nem volt ott akkor, ezen a versenyen, ugye? Nem volt ott, így van. Hát igen, és azért a 90-es évek közepén nem úgy volt, mint ma, hogy dobunk egy e-mailt, és akkor igen, majd kapunk igen, választ. Igen. Gondolom utána ezzel akadt, itt a szövetség itt is gondolom várta a meghívót, ami szépen nem érkezett meg. Igen, igazából senki nem várt semmit, tehát úgy jött, hogy ez biztos egy ilyen automatikus igen, dolog. Tehát igen. Bemondták, akkor ez itt le lett könyvelve, én gondolom a versenyről készült valami jegyzőkönyv, vagy stb. És akkor ez így automaticén készültem az olimpiára. Sőt, igen. És 3 hónappal előtte derült ki egy sajtótájékoztatón, hogy sajnos nem. Értem. Pedig mi akkor úgy készültünk, hogy még egy lappáttal ráteszünk, elmegyünk az olimpiára bemutatkozni, és utána 2 évre felkészülni, és akkor visszajönni. És akkor megmutattuk volna, hogy na, itt van ő a magyar fiú, és akkor 2 év múlva visszajövünk, és akkor igen. A mezőnyben. Így van. Tehát ez volt a nagy terv. De azért itt már naplózhatjuk azt, hogy a közös munkátoknak köszönhetően azért az első magyar, aki FBB világbajnokságot nyert testépítőként, férfi testépítőként, az első magyar, aki kvalifikálta magát ilyen jelleggel, hogy a dobó legfelső fokán állt az olimpiára. Tehát itt már nem kis eredményeket mutattatok fel, csak ugye jött ez a kisebb kis malőr diplomáciai dolog. És hogy volt utána tovább, mikor ezt megtudtátok, hogy sajnos ez mégis meghiúsult? Volt a további terv? Ez nem egy kis malőr hát, volt, mert a nem, legtöbb csak. Embernek ezt a karrierjét, ezt ketté tűri. Hát, igen.
Hát utána ő is, mint mindenki más, ő próbált ugye saját lábra állni, saját edzőtermet csinált, és akkor ott megszakadt a közös munka, meg ugye én is új lehetőséget kaptam az edzőterem területén, belehabarodtam, hogy úgy mondjam, a munkába, ami 20-25 évig eltartott, aztán így ritka találkozások voltak csak. De én azt mondom a mai napig is, hogy én óriási megtiszteltetés volt nekem, hogy én ott lehettem, benne lehettem. Én nekem óriási élmény volt, ahol jártunk, azt a tiszteletet, amit ő mindenhol megkapott. Aztán mi is, meg ugye az évek során úgy megismerték azt a nevet, hogy Fitness 2000. Hát a mai napig bezárólag 90 világbajnokunk volt. Ebben volt testépítő, fitness, erőemelő, fekvenyomó. Szerintem az mai napig egyedülálló az országban, ami szóval még utolérték. Biztosan, de én azt mondom, hogy én örülök, hogy benne voltam. Ma már semmiben nem vagyok benne, egy jó kávéba esetleg, de... Hát de én úgy gondolom, hogy letetted azt az életutat már az asztalra, ami igazán becsületre méltó, és sokunk felnőtt rajta. Ugye nálunk az, emlékszem, hogy én is, amikor a 2000-es évek elején már elkezdtem aktívan érdeklődni a sport iránt apu után, ugye ő a Simon István 80-as években volt ugye az aktív részese, meghatározó alakja az amatőr testépítésnek, és én az ő alatt nőttem föl. És ugye ezáltal én minden visszamenő történetet gyerekként számtalanszor meghallgattam, akár Jenőről, akár a te munkásságodról, a bajnokaidról, a közös megélt versenyekről, arról a hangulatról, én nem egy VHS kazettát, rongyosra néztem apu versenyéről, sőt még azt is, amikor apu szánt mai napig elmeséli egy-egy olyan családi beszélgetésnél, hogy milyen büszke rá, hogy Jenő akkor eljött Vecsésre, bemutatózott a műfházba, erről VHS kazettánk van, és hogy amikor elkezdődött az internetes korszak, és én is már juniorként versenyeztem, akkor ugye apu úgy nevelt fel, hogy mindig példázta azt, hogy na akkor hogy is néz ki egy testépítő Magyarországon, hogy kell kinézni amatőrként, profiként, mindig a Jenő volt elém rakva. És ugye hát ez egy nagy motiváció is volt, emlékszem, mikor apu első, elmentünk egy versenyre, már nem is tudom, hogy az milyen év lehetett, és mondta apu, hogy na gyere, beviszlek az öltözőbe, mutatok valakit. És Jenő ott ült, egy sportáska volt mellette, ült a széken, befogyasztva, koncentrálva a versenyre. Apu bemutatott Jenőnek, és Jenő táskájából elővett egy oldalbiceps képet, megfordította és a nevemre a dedikálta, ez a mai napig el van téve, le van mappázva. Ezek meghatározó pillanatok voltak, amit ugye ezen nőttünk fel rajtatok, a ti sikereiteken, a ti munkásságotokon. És jött az internetvilága, egyre több képet, videót találtam már, akár magyar testépítőkről, hogy ú, apa, nézd, de jó, oda néz, 20 éves, milyen komoly fizikum van, apu, oda állt a vállam mögé. Hát ez még mindig messze van a Jenőtől, és mindig ez volt neki, akárhány testépítőt így mutattam neki lelkendezve, aki engem így mondjuk így újfent felmerült és motivált, hát ez még mindig nem a Jenő. És akkor ehhez a mai napig, ezt így mai napig tartja, és nagyon-nagyon várta apu, amikor ugye Jenő újra visszatért, ugye profi versenyzőként, és mondta apu, na majd most nézd meg, hogy kell kinézni egy magyar profinak. És ehhez még talán egyetlen egy embert sorolt oda apu, aki ritkán dicsérde akkor nagyon a 2004-től kezdve, hogy látta a Tozsoni Európa bajnok fazonját. De mindig a Jenő nőttem föl, hogy a Jenő és a Pintér Ferének a munkája, és így kell kinézni egy versenyen. Mi dolgoztunk együtt apáddal egy időben, volt neki egy versenyzője. Az Elek Zsolti. Elek Zsolti. 94-ben lett junior világbajnok. Így van, fél évig hordta hozzám, hogy segítsünk, mit lehetne. Ennek a fiúnak egy elég jó alkati felépítése. Mondom, figyeljetek ide, mondom, miért nem próbálunk meg egy világbajnokságot, hiszen a korban még benne van, és akkor mindenki, legtöbben azt mondják, hú, hát egy világbajnokság az egy elég nagy falat, meg minden. És akkor apád a rávette ezt a fiút, hogy akkor készüljünk neki, menjünk neki, itt van a Pintér, majd segít, és akkor hordta időnként hozzám apád, és akkor elmentünk vele. Én azt gondolom, hogy talán te is ott voltál ez a verseny, mint kísérő. Egy junior csapattal voltunk, nem emlékszel rá? Törökbe? Igen. Igen. Törökországban. Igen. Igen. Ott voltam. Kutasmóni, Kiskaszaki, Elek Zsolt. Meg talán még voltak
néhányan, de ezek úgy dobogóra kerültek, azért is volt érdekes. És az Elek Zsolt olyan érdekes módon futotta meg ezt a junior nehéz súlyú mezőnyt, hogy ugyanaz volt az érzésem, hogy ide dőljünk hátra, mert ez a gyerek most olyat csinált itt a színpadon, hogy ezt simán. Igen. Na hát így az életemben volt néhány ilyen ember, akik azért lettek világbajnokok, mert én így piszkáltam, biztattam, hogy te ott a helyed, menni kell, csinálni kell. Vannak ilyen, legalább öt ilyen ember tudok mondani, csak most nem akarom őket zavarba hozni, hogy ez nekik kellemetlen, hogy akkor az én visszatársomra indultak-e, vagy nem. De én kurva büszke vagyok arra, hogy ezek az emberek végül is azok lettek. Hát szerintem nem szégyen egy olyan embert meghallgatni a tanácsot, mint te is. Hogy igenis, ott a helyed, meg kell próbálni, kell azért egy olyan embert a biztatás, aki átlátja ezt az egészet. Tomi, én szeretek tanácsot adni a mai napig is, de amikor a szemében nem látom azt a tüzet, hogy ő meg fogja ezt csinálni, akkor tudod, akkor mindig elsikkad a beszélgetés arra, hogy most akkor mi lesz holnap, mi lesz így, mi lesz úgy. Voltak ilyen emberek az életemben, akiknek így meséltem, felépítettem neki a két évet, mit lehet, hogy lehet, mivel, mikor, hogyan. És így a végén visszakérdezett, hogy most akkor őszre megverek mindenkit. De mondom még egyszer, felépítettem két évre. Benne van, hogy két évre terveztünk, gondolkoztunk. Igen. Ahogy én jövőre megverek mindenkit. Úgy mindenki nézni fog. Hát mondom, oké, hát akkor így gondold, akkor csináld így. Elengedtem az ember kezét, sajnos ma már nem él, nincs közöttünk, nem tudni, hogyan sikerült így, de én azt mondom, nyugodjon békébe szegényke. De voltak ilyen emberek, igen, igen. Az hogy ha nincs az a tűz benned, miért van az, hogy egy kis Jenőben a mai napig benne van az a tűz, és a mai napig megcsinálja azt, amit ő eltervezett, és megfelépített, vagy végig gondolt, érted? Tehát ez csak így monoton és következetesen. Szeretnék is akkor erre rátérni, hogy Jenő a sok év kihagyás után, mi a termedet vezetted, versenyzőket készítettél, hogy jött újra ez az erő, ez a tűz, honnan jött megint elő, és mik a terveid? Az utóbbi pár évben mi mentél keresztül, hogy értékeled ezt? Igazából a visszatérésem azért történt meg, mert soha nem ment ki a véremből ez a forrás. Igazából máshogy szemléltem a világot, meg nyilván voltak olyan életbeni dolgok, amiket meg kellett csinálni, mint ember. Ugye egy egzisztenciát, család, lett két gyerekem közben, és akkor utána jött egy ilyen gondolat, hogy meg tudom azt valósítani, hogy ne a gyerekek elől vegyem el a krumplis tésztának valót, hanem gond nélkül fel tudjak készülni versenyre, és akkor 2013-as évszezonra újra bekészültem. Azóta próbálkozom, igazából ez a próbálkozom szó illik erre, én mindegyik versenyre saját tudásom szerint és maximálisan bekészülök. Eredménye nagyon nincs, de ez már annyira nem zavar. Tehát van előttem egy cél, van egy vágy, amit nyilván tudatosult bennem, hogy az nem fog összejönni, de ettől függetlenül a remény azért még bennem él, meg maga a küzdőszellem, meg az, hogy van előttem egy cél, hogy mindig bekészülök valami versenyre. Most a vírus helyzet miatt igazából nincs előttem ilyen pontos versenycél. Megvárom, míg befejezik ezt a sztorit, hogy lehessen rendesen utazgatni, és akkor újra nekiállok, és versenyezni fogok. Igen, és azért még tegyük hozzá azt, hogy az országban már van egy-kettő nagyszerű sportolónk, aki rendelkezik IFBB Pro címmel és titulussal. De mondhatjuk azt, hogy igazából te vagy a legaktívabb ebben, ha már rendelkezel is. Tehát te úgy is élsz, mint egy IFBB Pro, évről évre tartod azt a profi formát, és évről évre az adott időben meg is mutatod, mint versenyző. Tehát, hogy lehet, hogy nem folyamatos dobogó címek jönnek ezek után, de te éled és produkálod azt az életmódot igazából ilyen. Nagyjából egy végig gondolom a legaktívabban. Köszönöm, hogyha ezt így látod, így gondolom. Mert hát talán még most a Béla, aki ugye az út elején van, amint profi a Kökény Béla, és ha jól tudom, megint gondolkozik rajta, hogy akkor a vírus helyzet után indul, de profi testépítőnk közül, IFBB kártyával rendelkezők közül szerintem te vagy az, aki úgy is él évek óta, és ebben motivál minket, sportolókat, aktív sportolókat, vagy akár hobbiból terembejárókat, mert ahogy nézem akár a privát vagy a versenyzői oldaladat,
a kisiradót rendszeresen, azért hatalmas nézőközönséggel és követőtáborra rendelkezze, aktív, valódi követőtáborra. Igen, igazából nekem ez lett az életutam, hogy 34 év sportban eltöltött időszakom, tapasztalatomat, az továbbadjam, mert én szerintem azért is vagyunk és élünk a Földön, és ebben Pintér Feri abszolút példaképen, mert ő sem cselekszik máshogy, hogy amit ő megtapasztalt, azt ő továbbadja, mert miért tarts az ember magába. És ezzel nagyon sokat tudunk segíteni sok olyan embernek, aki később a sport szerelmese lesz. Igen. Azt ijesztem nagyon sokáig, hogy voltak emberek, akiknek nem sok köze volt a sporthoz, de jók voltak az adottságai. Most az ilyen embereket befogtam edzeni addig, amíg én olyan állapotban voltam, hogy bárkivel edzettem. Volt olyan ember, akivel évekig edzettem, mire magára lehetett hagyni saját edzésre. Tehát azért voltak ilyen emberek is az életben. Ezért mondtam azt, hogy az az ember, aki már gyerekként, mint Jenő is, gyerekként megtanulta azt, hogy mi az útja, mit kell, miért, és az elméletet mindig alkalmazza, az eredményre fog vezetni. Most az, hogy nekiugrok valaminek, és telerakom a zsákomat minden cuccal, és akkor majd most nézzetek, már oda fogok állni. Oké. Bárki meg tudja csinálni, hogyne. Csak ezt végig az kell csinálni. Pontosan, az nem így van az. Így van. Bocsánat, egy picit az előző kérdéshez, vagy gondolatodhoz visszakanyarodva, én Tóth Dani nevét azért abszolút megemlíteném. Igen, tehát igen, én úgy gondolom, hogy ketten vagyunk azok, akik így a király kategóriát képviseljük, igen, a hazánkban, és hát ő meg aztán abszolút rendszeresen versenyzik. Sőt, ő jóval több versenyen indul, mint én. Igen. De hát ő a koránál fogva azért aktívabb is lehet. Igen. És mik a további terveid? Mert azt mondtad, hogy mindenképp ez egy önmegvalósítás, szeretnél motiválni, például mutatni magadat, megélni ebben a sportban, és ezt látjuk is, hogy tényleg nagyon jól képviseled. De mik azért a legbelső gondolatok? Mi az, ami most a következő, a vírus utáni következő egy-két évben megfogalmazódott esetleg benned? Én most már olyan furamód nézem ezeket a versenyeket, és próbálok olyan versenyt kinézni magamnak, ahol utána nyaralni és pihenni is tudok. Ez jó. Ez nagyon fontos számomra. Párommal, vagy akár a gyerekeimmel közösen van a következő terv, hogy ismét az USA-ba menni ki versenyezni. Helyezéstől teljesen függetlenül. Tehát én bekészülök úgy, ahogy csak tudok, magamtól függően 100%-osan, és utána eredménytől függetlenül a verseny utáni időszak fog minket főleg érdekelni. Ezt tavaly is ugyanígy történt, a verseny után a párommal végmentünk a 66-os úton Amerikába, ezért is mentünk ki, és ezért is oda céloztam meg a versenyt, és igazából egy ilyen élményt varázsolok ebből magamnak, meg a családunknak. Igen. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit. Így van. Igen, abszolút. Hát ez maradt ki az én életemből, mert a sok munka, sok versenyző, és mégis azt mondom, hogy szerintem oké, nem bántam én ezt meg. Én szerettem benne lenni. Szerettem azt, amikor ilyen embereknek megjön az eredmény. Az, amire vágyott, az, amit szeretne csinálni, az óriási dolog volt. Szerintem. Akkor már, ha így nézzük, tényleg egy életmű van mögötted már most, és Jenő, te is voltál teremtulajdonos, és neked ugye most van a 30. jubileumi éved a Fitness 2000-rel, ahol már hangsúlyoztam, hogy igazából minden a legtöbb nagy eredményt elérő testépítő, vagy fitnesses, vagy erőemelő tőletek származott. A 80-as, 90-es évek, 2000-es évek, tehát bármelyik időszakot nézzük, tőletek is származott. Mit mondanátok a mai fitnesstermek világáról? Tehát azért bőven van tapasztalatok. Hogy eliparosodott. Igen, erre voltam kíváncsi, hogy ugye ma már azt nézhetjük, hogy különböző négyzetmétereket öltenek ezek a fitnesstermek, 500-tól több ezerig, különböző gépparkok, különböző edzőkkel, különböző vezetőséggel. Mit láttok, hogy jó irányba tartunk, hogy minden sarkon már fitnessterem van, és ez jó, mert ma már nagyon populáris sportról beszélünk, vagy nem teljesen jó az irány. Ti szakemberek vagytok ebben, mit mondanátok? Ez a piacnak a bővülése, amit nem tudsz megakadályozni, úgy az sem, hogyha te rendszeresen a kezedbe veszted a vasat, hogy annak legyen valami eredménye. Tehát megy,
kell, hogy menjen tovább, kell, hogy menjen, legyen valami. Az, hogy egy kicsit eliparosodtunk, ez azt jelenti, hogy ezek a fitness termek, amik ilyen csiriviri módon szaporodnak, ezek sajnos nem szakmailag vannak felszerelve, és ezt előbb-utóbb a szakmai gárda észre fogja venni. Tudod, és akkor arra orientálódnak, hogy hol vannak például 50-es tárcsák. Ja, itt sincs, ott sincs. Nincs több 200 kilónál, mit tegyek föl? Érted? Tehát azért vannak itt elvárások, vagy azonos típusú gépekből legyen 4-5 darab. Mondjuk egy, ez már ott számít, ahol már méretek vannak. Igen. Meg embertömeg. Tehát én azt mondom, hogy a lehetőség mindenhol megvan, akár egy ilyen kicsi edzőteremben is. A nagy hiány, a kitartás, a hozzáállás, az nagyon hiányzik az emberekből. Mert mindenki eredményt akar, nem jövőre, már holnap. És ez a legnagyobb probléma, hogy nem számít, majd megvesszük, de már legyen meg holnapra. Hát sajnos ez a sport, itt a jelen példa is nem ezt mutatja. Itt a kitartás, a monoton, az ésszel való gondolkodás az edzésben, azt meg kell, hogy bele kell, hogy álljál. El kell, hogy sajátítsad a testednek a működését, a reakcióit. Amikor elsajátítottad, akkor van az, hogy mehetsz bármennyit előre. Akkor is kell egy edző melléd, mert amikor eltévejedsz, meg azt mondják, neked van a legnagyobb karod, te vagy a legjobb. Oké, akkor mi van a lábaddal? Az nem érdekes, úgyis a kar. Érted? Tehát vannak, amikor elvisznek úgy a barátok, a nézetek, hogy semmi nem számít, mert a te karod a legjobb. És Jenő, te hogy látod az edzői világot, vagy ezt a munkásságot? Én gondolom, hogy a lelkiség veszett el pont ebből az okból kifolyólag, hogy eliparosodott. Tehát az edzőtermeknek az a családias, bensőséges hangulata már hiányzik, de főleg a multitermeknél. Tehát az apró kisebb termeknél azért megmarad ez a közeg. És a Feri termében, a Fitness 2000-ben most a 30 éves jubileum alkalmával visszakerültem, és azóta is rendszeresen járok újra hozzá, mert... A jó hangulat. Igen. És az hogy az egy izomgyár. Igen. Tehát oda bemész, és az nem tudok rá más szót mondani, mint hogy izomgyár. Ez nem egy fitness terem, az egy valós edzőterem. Ott minden úgy van összerakva, hogy mindenhol minden izmot tud szedbe edzeni, óriás szedbe, tehát nagyon-nagyon profin van összerakva, és azok az igazi régi vasak. Például élvezem azt, hogy amikor ott edzek, hogy olyan gépekhez nyúlok, amivel utoljára 30 évvel ezelőtt edzettem, és ez egy akkora feeling, hogy szenzációs érzés. De azért úgy tudom, hogy már egy-egy újabb géppel te is színesítetted a palettádat. Az izomgyár mellett, és jól fogalmaztál, Jenő, mellette azért ekkora területen te már elfér az, hogy kiszolgáld a fitness réteget. Persze, tehát követi Feri is azért ezt a trendet, de akkor is ott megmaradt a lelkiség. Ez egy olyan retro stílusú az egész, amik jól funkcionáltak régi gépek, azokat mindig megtartottuk és mindig felújítottuk. Tehát itt nem biztos, hogy a Hoyz gépek, vagy az újabb gépek, bármelyik többet tudnak, vagy jobban. Értem, abszolút. Mert amikor elkezdett használni, és ez 30 éve ott dolgozik az a gép, és még nem esett szét, és a Hoyznál már ezt kell cserélni, azt kell cserélni, tehát azért itt vannak, meg nem annyi, hogy mondjam, funkciójában érdekesek ezek a dolgok. Igen. Hogy az 30 évvel ezelőtt lehet, hogy többet tudott, mint a mostani újak. Ennek ellenére persze nekünk is van, hogy 40-50 darab új gépünk, ami úgy, hogy mondjam, a méreteink miatt észre se vennéd, hogy ennyi van. Mert van, hát igazából elfért, hogy kiszolgáld a fitness közeget is. 200 darab gép biztosan van, igen. És ami még érdekes, hogy izomgyár, de mégis a helyén vannak a súlyok. Tehát nincs, mint ahogy a legtöbb ilyen modern teremben, hogy igen, az embereknek nehéz visszarakni azt a súlyt, amit előbb 15-20-szor megemelt, visszavinni már nehéz. Hát nézd, Jenő, én azt mondom, hogy az egy kicsit azért a kulturálság kérdése is, hogyha elveszek valahonnan valamit, akkor azt visszateszem oda. Igen. Mindamellett, hogy itt mi próbálunk ilyen baráti hangulatot tartani, hogy légy szíves, ha nem használod, tedd el magad után. Igen. De ez a terem vezetőségén azért normál, múlik, hogy milyen hangulatot teremt abban a teremben. Meg mi alakul ki így. Így van. Jenő, biztos, hogy nagyon sokan keresnek meg téged versenyfelkészítéssel. Foglalkozol ezzel? Mert tudom, hogy edzőként tevékenykedsz, de hogy versenyzőket nevelsz-e, vagy ha nem, akkor miért nem?
úgy szoktam segíteni, hogy ha valaki oda jön hozzám, hogy versenyre készül, akkor segítek, tanácsokat adok. Ha rendszeresen jön, akkor nyilván rendszeresen ellátom, tanáccsal segítek neki. De én külön úgy versenyzőkkel nem foglalkozom, nem is szeretnék részt venni ebben a mai világnak a verseny felfogásában, meg ebben a stílusban, amik most zajlanak a versenyeken. Nekem jobb a békesség. Én ugye el vagyok magam, meg épp elég, bocsánat, hülye vagyok magamnak, tehát mint versenyző van épp elég heppem, de úgy szívesen segítek bárkinek, aki versenyezni akar, csak én akkor mindig elmondom, hogy nem, az én színeimben nem lehet indulni. Tehát bárhonnan indulhat, engem az nem is zavar, az se zavar, hogyha az én nevem soha nem kerül megemlítésre, de ettől függetlenül segítek természetesen. Hogy látjátok a mai lehetőséget, akár szövetségeket nézve, nemzetközi versenyzést nézve, a profi célokat nézve, mert rengetegen állapom már úgy neki a testépítésnek, hogy profi akarok lenni. Persze ez nem ilyen egyszerű, és 10-ből 9-en első jutnak odáig, mert rájönnek az út során, hogy ez egy nagyon összetett munka és hosszú távú. És mondjuk más lesz pontosabb az idő során ezeknek az embereknek, de mit mondanátok, hogy látjátok a szövetség helyzeteket, hol versenyeznétek ti most egy versenyzőtökkel, akit elindítotok az úton? Mert ugye ma már azért lehet válogatni. Én úgy gondolom, hogy az előző válaszommal a véleményemet el is mondtam. Igazából én egyik szövetséget se tartom különnek a másiktól, mindenhol megvannak a zűrök, zavarok. Én ezért nem is készítek oda versenyzőt igazából. Abszolút igaza van neki, így visszaemlékszem a történtekre. Én is az IBB-nél kezdtem, nemzetközi bíró voltam, vagy 20 éven keresztül. Ugyanezek a kiskapuk, ezek a játékok mindig megvoltak minden versenyen. Hol a németekkel, hol a spanyolokkal, hol az olaszokkal, mindenhol. Aztán egy idő után meguntuk ezt a játékot, kiszálltunk minden szövetségből, akkor elmentünk egy másik szövetséghez. Ott is, ahogy bemelegettünk és bekapcsolódtunk a vérkeringésbe, arra kellett rájönni, hogy mi vagyunk azok, akiket kihasználnak, minket használnak fel arra, hogy létrehozzanak, véghez vigyenek valamit, és a vége mi lett, abból is kiszálltunk. Tehát olyan, nem tudnék neked igazán olyat mondani, ahol szívvel, lélekkel azt mondanám, hogy itt korrekt munka folyik. Egyet biztosra veszek és mondok neked, hogy nagyon nagy köszönet jár egy ilyennek, mint Huber István és a szövetsége. Egy Róna Széki András és a szövetsége. Testépítés, erőemelés. Mondjuk egy Buranics Ildikó, aki egy olyan tábort és lehetőséget hozott létre, egy Vida Zoltán, vagy ott van a Vabba a Huszár Ernővel. Tehát ezek az emberek azért vannak, azért foglalkoznak, mert nekünk kell, mert jönnek a csemeteink, a versenyzőink, és hova vigyük, és minek vigyük, és jó, igen, akkor vigyük ide, oda, mindenhova. Ezeknek az emberek feltétlen nagy köszönet jár. Mert én úgy gondolom, hogy azt a vonalat, amit annó Vitter Tasnádi elindított, akik most hál' Istennek 50 éves sportmúltra tekintenek vissza, még csak 30-ra, de ők voltak azok, akik elindították ezt az egészet. És ők szerintem, ha nem is érzik át ezt a lehetőséget, hogy ennyi szövetség van, és ennyien most, hogy ki miért csinált szövetséges, anyagi érdekből, hatalomvágyból, egyébből. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen köszönet jár érte nekik, mert ezt az utat csinálják, képviselik. Lehetőséget adnak a versenyzésre. Óriási dolog. Én azt mondom, igen, óriási dolog. De az, hogy mi már ebben nem akarunk részt venni, ez önmagáért beszél. De egyet mondok neked, ebben a testépítő, még talán mondhatnám az erőemelő világot is, hogy akik számítottak eredményben, azok szinte mind megfordultak nálunk. Szinte. Én úgy gondolom, hogy ugyanaz történik ezen a versenyzői pályán, a szövetségek pályáján, mint ami az edzőtermi világban, és hogy ugye a lelkiségét elvesztette ez a sztori, tehát túl felhigult. Tehát az, hogy most már egy profi kártyát, egy aránylag egyszerű versenyt megnyersz és megkapod, ez számomra olyan
értékelhetetlen. Tehát nincs már olyan akkora nimbusza a profi kártyának, mint mondjuk a 90-es években volt, vagy akár a 2000-es évek elején. Igen. Most már olyan tucat számra megy. Főleg, hogy volt, nem most, mert visszaszorították, de talán 2010-10 környékén volt az, hogy nem csak az volt, hogy az abszolút bajnok kapta, hanem kategóriánként az első három helyezett. Igen. Tehát nem is az, hogy csak az abszolút, hanem egy kategóriába kiosztottak három kártyát, igen, és a súlycsoportonként. Igen, és ebben csúnyán felhigul. Igen, de azt hiszem ezt észre is vették, és akkor ezt egyre jobban visszaszorították, hogy ez ne így legyen. Szeretném azért kihangsúlyozni, hogy kifelejtettem az előbb névsorból Freiman Sándort, aki a Profiliga Erőemelő Szövetségnek a jelenlegi vezetője, illetve hát ő vezeti. Én szerintem ő óriás munkát végez, mert vannak olyan versenyünk, 6-800 versenyző megjelenik egy-egy versenyen. Tehát egy ekkora stábot, egy ekkora lehetőséget létrehozni, ez is egy olyan dolog, hogy azért szívlélek kell ahhoz, hogy egy ilyen tábort összefogni, és mindannyian tudjuk, hogy ez nem annyira a pénzről szól, mint az, hogy, mert ugye amikor mi kiváltunk egyik-másik szövetségből, akkor azért váltunk ki, mert bennünk volt ambíció arra, hogy mi majd megcsináljuk, mi majd megmutatjuk, és akkor majd mi igazságosak leszünk, és ezt a vonalat vezetjük tovább. Tehát azért vannak itt ezek a lehetőségek, hogy ma már az is van, hogy ki hol akar versenyezni, ki mennyit érez magába. Most az, amit a Jenő képvisel, igen, ez a valóban azt kell, hogy mondjam, hogy a király kategória, mert oda aztán kevesen jutnak el, meg kevés az az ember, aki azt az eredményt meg is képes csinálni. Lehet, hogy eljutnak oda, mert forintálisan összejöhet a dolog, de ehhez kell egy szívlélek, ahogy ő szokta mondani, hogy igen, ezt meg kell csinálni. De nagyon szépen végigvettük azt, hogy igazából honnan indultatok, és hol tartasz, Jenő, és milyen profizmus képviselsz. Ugye a mai internet világában rengetegszer felteszik a kérdést nekünk versenyzőnek, de pláne nektek, valódi szaktekintélyeknek, hogy emögött azért ugye tudjuk, hogy ott van a szorgalom, a belefektetett munka éveken keresztül, a szakmaiság, és mindig oda tűz nekünk, hogy a szteroid. Mit mondasz a nézőinknek, hogy azért a versenyvilágában ez mennyire van jelen, miről szól ez az egész? Úgy gondolom, hogy úgy kéne erről beszélni, hogy egybe foglalva a sportot. Tehát nem külön kiemelni a testépítést, mert sajnos a testépítést külön kiemelik ebből a szempontból, pedig nem jogos. Igazából a testépítésben azért van ilyen szinten jelen, és azért is említik meg ilyen szinten, mert nagyon sok hobbi sportoló, hobbi gyúrós hozzányúl ezekhez a szerekhez, és teljesen fejetlenül, agyatlanul, ilyen-olyan mennyiségeket használva, hosszú ideig, stb. Tehát a lényeg az, hogy agyatlanul alkalmazzák ezeket a dolgokat. Ez a sportban sajnos jelen van. Ha nem lenne olyan, aki ezt használná, akkor más se használná. De mivel jelen van, enélkül nincs versenysport. Tehát az, hogy egy testépítő kívülről ennyire groteszkülizmos, tehát az átlagtól ennyire iszonyatosan eltérő, az egy ugyanakkora eredmény, mint hogy egy távolugró 9 méter fölött ugrik. Csak ugye az nem látszik rajta. Igen. De egy átlag ember, mint hogy ugrik 5 méter, tehát az ugyan olyan irreálisan, iszonyatosan nagy különbség, mint nálunk a külső. És ezért a testépítést célozzák meg mindig ebben a témában. Nem szeretném az összes többi sportot eláztatni ezzel, tehát nem ez a célom, csak hogy legyen ebben igazság, és nem ivigyük el mindig ezt a balhét. Igen, nagyon jól mondod, és tök jó, hogy így húztál egy párhuzamot, mert nézzük meg azt akár az olimpiai eredményeket, hogy ahol másodpercben vagy centiben, méterben mérünk, hogy 10-20 évvel ezelőtt mik voltak az eredmények, és azóta ezek hogy rugaszkodnak, és mindig meg tudják dönteni. Holott mindig, minden korszakban keményen edzettek, szakmailag megfelelően, genetikailag odavaló sportolók edzettek és készültek. Tehát akkor mi változott? Oké, hogy a technika is és a felkészülési módszer, de sajnos minden sportban a teljesítménynövelés ott van a háttérben. Ez így van.
Ez nagyon jó, hogy így párhuzamba húztad, mert ezt nagyon sokan nem látják. Nem így. Tehát a futball is mennyire felgyorsult. Ma már sprintbe játsszák le a 90 percet, nem feltétlen nagyon sok passzal és kocogással. Így van. Én egy olyan párhuzamot is vonnék a sportoló és az átlagember között, hogy a sportoló eredménycentrikus, mindent elkövet azért, hogy elérje az eredményét. Ha kell, megeszik egy vödör ürüléket is, csak hogy elérje. Tehát ha arról van szó, hogy azt meg kell, akkor megeszi. Egy átlagember dolgozik, éjjel-nappal, túlórát vállal, mindent elvállal azért, hogy jól éljen, hogy meggazdagodjon, hogy ő is elérje a célját. Mit tesz ezért? Azért csal. Adót csal, feketén dolgozik, mutyizik. A sportoló mit csinál? Csal. Tehát itt is lehet párhuzamot vonni. Igen, értem. Azért én egy kicsit visszamennék időben, mert amíg a Jenő el nem érte ezt a világbajnoki címet, ezt az abszolút bajnoki címet, én tudom, hogy minden évben ott álltunk, és vizeletvétel volt. Igen. Ugye? Az IFBB-nél az a mai napig játszik, és hadd kérdezek nem egy álszent dolgot. Miért nem versenyzünk az IFBB-nél? Vagy miért nem versenyzünk a Róna Székinél? Hát pontosan ezért, mert mindenhol azt mondják, hogy jó, akkor menjünk vizsgálatra. Bocsánat, az időszak lezárult, de akkor volt, nem volt választásunk. Aztán lett választásunk, elmentünk olyan szövetségekhez, ahol nem vizsgálnak minket. Igen. És most ezt a vizsgálat, ezen a vizsgálati eredmények nélküli eredményekkel akarjuk összevetni az ő múltját? Ne akarjuk. Értem, abszolút. Ne akarjuk. Ez egy akkora kiugró eredmény volt akkor, hogy ez a mai napig nem überelhető, és a mai napig nem volt ember, aki ezt überelte, akár azzal, akár a nélkül. Én azt mondom az én fejemmel, a saját fejemmel, hogy a tesztoszteron igen kell az embernek. Sőt, én azt mondom, hogy évente, ha én egy-két kúrát csinálok, ilyen kisebbet, rövidebbet, Isten bocsássa meg nekem. Elmúltam 60 éves. És mi a gondom vele? Semmi. Tudom, mennyi a mennyiség, tudom, miért teszem be az a mennyiséget, és nem fogom magam agyonvágni azzal, hogy hú, hát ennyi a lehetőség, akkor miért teszek háromszor ennyit? És nem adok ilyen tanácsokat másoknak, hogy miért nem teszel ezt, vagy annyit, vagy ennyi. Nem hatott ennyit, tegyél annyit. Szóval érted? És nem interneten. Értem. Érted? Én szeretnék holnap is a szemébe nézni, neki is, neked is, és elbeszélgetni azon, hogy mit hibáztunk el, vagy mit nem hibáztunk el. Tehát én nem azt szeretném, hogy ott állunk a sírja felett valakinek, és azon gondolkozunk, hogy hol hibáztuk el. Jó, de azt is valljuk be, hogy ez a régi idő, és ma a teljesítménykényszer miatt, amit felállítanak ezek az idő eredmények, ezek az optikai eredmények, amit testépítők képviselnek, vagy az olimpikonok centibe és másodpercben, ez egy nyomás. És ennek a nyomásnak, ha meg akarunk felni, meg akarjuk ugorni azt a lécet, és hiába a legjobb a genetikán, sajnos ma mindenben nagyobbat kell vállalni, nagyobb rizikót, ha jól látom, vagy jól gondolom. Én akkor is azt mondom, hogy ezt lehet elméletszerűen alkalmazni, és nem feltétlen kell beledögleni egy kúrába, hogyha nem sikerül, akkor megdöglök, vagy én leszek a bajnok. De, sajnos van. De hallottunk már olyat, aki így gondolkozik sajnos. Igen. Nagyon sok nemzet, vagy más országok sportolói, akik azt mondják, hogy mindent egy lapon. Nézzük, ezek az arabok hogy nőnek ki a földből, akár a testépítésben, amire azt mondjuk, hogy úristen, hát látjuk 3-4 éve, hogy nézett ki, mint egy amatőr 80 kilós, és a 119 kilósan szárazon áll a színpadon. Igen, Tomi, tudod, amikor mi sportágat választottunk magunknak, és a testépítést választottuk, akkor volt egy döntési lehetőségünk, és ehhez a döntési lehetőséghez egy kicsit beszorult az a kényszer, hogy nekem meg kell mutatnom. És szerintem az összes testépítő, tisztelet a kivételnek, azzal rendelkezik, hogy nekem meg kell mutatnom. Nekem menni kell előre. Ennyi van, nem számít, kell még egy kicsi hozzá. Ennyi, és meg akarják mutatni. Értsd meg, a testépítő társadalom az egy kicsit olyan lett, hogy ilyen elszálltunk agyilag, és nem számít, nem csak a testépítő társadalom, mindenki sikerhajház. Tehát meg a nézőink is elvárják azt, hogy fejlődjünk. Tiszteljük őket, de ők a legkritikusabbak. Tomi. Nézzük meg, itt van egy Molnár Peti, aki milyen eredményt és hány versenyt tud maga mögött, milyen fizikummal. És egy-két éve mondjuk ugyanazt a fazon mutatja, és már megszólják, hogy hát Peti nem fejlődik.
holott az is nagy munka, hogy mi az, amit fenntart. Tehát, hogy nehéz ám... Én azt gondolom, hogy a Peti, hogyha az IBB-nél versenyez meg, közel nem lenne ennyi eredmény és címe, mert a Peti pénz orientált őt csak az érdekli, hogy hol lehet nyerni, és neki van igaza. Nagyon igen. Komolyan mondom, neki van igaza. Ahhoz, hogy ő onnan váltson egy IBB-re, és ott eredményt tudjon elhozni, ahhoz 2-3 évre meg kéne állnia, és csak a szépíteni, ami már megvan, és egy borzalmasan jó forma van rajta. Ezt. Én ezt tudnám neki tanácsolni, de ez az ő döntése, mert ő az, aki a pénzt keresi, ő akar dolgozni érte, és ha már megcsinálta ezt a formát, akkor le is akarja aratni a pénzt. A Kisjenőnél ugyanez lenne a történet, ha ő eljönne a Vabbához meg ide-oda versenyezni, ő is kaszálna ezeket a lóvékat abszolút. Be. De kérdés, ő neki miért az az irány, és neki miért az az irány? Abszolút ez választható. Tehát az ő fejükkel nem tudsz gondolkodni. Igen, ez most csak egy más egyéb dologban volt külső vélemény, és azért osztottam. Én azt mondom, hogy mondom, a testépítő társadalomnak van egy ilyen rosszul berögzött rögeszméje, hogy minden áron meg kell mutatni. Igen, ez valószínűleg azért alakult ki a testépítő társadalomban, mert egy hiú és egoista sport. Legalábbis mindenki úgy kezdi el ezt a sportot egóból. Aztán, hogy később kiérik meg annyira szellemileg, hogy ez átmegy lelkiségbe és szívből, lélekből csinálja, vagy kinél marad egó, ez már az idő dönti el. Igen. És tudjátok, miért tudom megérteni ezeket az embereket? Mert annak idején most példanélkül próbálom állítani a kérdést, megjelent egy kis duci gyerek az edzőterembe, meg megjelent egy kis soványka. Mind a kettőnek mi volt a célja? Menni előre. Te elkezdted segíteni mind a kettőt, a kis duci gyerek elkezdett izmosodni, formálódni, fogyni, kis vékony gyerek elkezdett izmosodni, és attól kezdve kurva önelégült volt mindegyik magával, mert hozták az eredményt, és van ki biztosítsa, és van ki irányítsa. Igen. És én szerintem ebben a sportban ez számít, hogy a sikered mindig meglegyen. Vagy a napi sikered, az edzésbeni sikered, vagy az eredményben, amire te készülsz, ahogyan készülsz. Hát ez abszolút, és az élet minden területén fontos. Tehát olyannyira nem feltétlen kell bántani az ögónkat, mert ez sajnos mindannyiunkban benne van. Szóval. Nem, persze. Ez hajt minket előre. Kell az ego is, hogy ne. Tehát az, csak nem mindegy, az milyen. Nem szabad eltűnni nyilván, mert az ego az azért véd is minket. Igen. De nem mindegy, hogy milyen szinten van egyensúlyban ez bennünk, a lélek meg az ego. És ha már így ego és lélek, Jenő, te azokat a kritikákat például hogy kezded, ami legfőképpen a profikat szokta illetni a nagy súly kategóriában, mint például beszélünk magyarokról, Tóth Dani és te, hogy azért ilyen súlyban, ilyen izomtömegnél ennyi megevett, megemésztett tápanyag, és én ugye a csípő és a hasirés az tágul, növekszik. És ugye van nagyon sok követőtök, ott vannak pro-kontra vélemények, vitatkozások sokszor ezzel kapcsolatban a színpadon, ez hogy mutat? Légy szíves, meséld el nekünk, hogy ez miért van így, miért alakult így egy testépítőnél, és hogy ez mi is valójában ez a történet. A férfi az egy derekas ember, én így gondolom. Kezdeném ezzel. Ha megnézed a régi görög mitológiában a szobrokat, akiket ábrázoltak, ott is mindegyiknek van dereka, van nem kicsi herkulesizma, és olyan hátizmot varázsoltak nekik a szobrászok, vagy a rajzolók, hogy az majdnem, hogy a farizomból nőtt ki. Ha visszamegyünk a régi testépítő időszakra, ugyanez volt a jellemző, Schwarzeneggernek sem volt kicsi dereka, oldalról abszolút, de szemből széles dereka igen. volt, és miért? Azért, mert volt herkulesizma, és a háta a seggéből nőtt ki, magyarán mondva. Tehát ez elkerülhetetlen, hogy ez ne adjon oda méretet. A mostani profi testépítésben ehhez hozzájön már a bél is. Tehát most már a gyomor a bél... 30 kilóval följebb van, ha már a profik. Így van. És ehhez muszáj olyan mennyiséget tenni, amivel el tudod látni azt az írtózatos hústömeget, amit cipel magán egy profi testépítő. Tehát ebből kifolyólag megnő a bél és a derék. Ha ezt ki akarják védeni, és nagyon sokan ki is védik, és nagyon sok a karcsú, derekú testépítő, ott megnézed, azért ott csúnya izom hiányosság van azért. Mert sokszor nem ezzel a tömeggel rendelkeznek. Egyrészt, másrészt meg nem farizomból jön az a hát, ami anatómiailag szerintem megfelelne.
mégsem onnan jön, hanem ilyen lengőbordától kanyarodik ki ilyen éles látványba, ami nagyon jó látvány és esztétikus látvány, de anatomilag szerintem nem megfelelő. És ezzel már centiket faragott a derekából. Plusz még nincs meg hozzá a herkules izom, hogyha ha megnézed javarészt a mostani testépítőket, ugye középen megvannak vége a hasizmok, de oldalt már nem olyan jellemző, ezzel megint centiket faragott a derekából. De annyira sokat nem kell visszamenni az időbe, például Jay Cutlernek sem volt egy karcsú dereka. Hát aki ezt a karcsú derék látásmódot rakta belénk a mai követőkbe, sportrajongókba, azt szerintem az annak köszönhetően sok afroamerikai versenyző, igen, van a sportunkban. Genetikailag ilyen derékkal és ilyen izületekkel rendelkeznek, még 110 kilós izomtömegnél is. Viszont annál nem igazán szoktak nagyobbak lenni. Tehát egy Dexter Jackson, egy Phil Hirsch, vagy sorolhatnánk ugye a többi nagy versenyzőt, ők nem 120 meg 130 kilós testépítők, hanem ilyen 110 kilók, ha jól tudom. Igen. És viszont még a fehérbőrű versenyzők, mint ahogy mondott Jay Cutler, vagy Brian Schwaren, vagy anno Franco Colombo, vagy Schwarzenegger, ugye ők semmelyik nem ekkora derékkel rendelkezett, hanem ugye azzal a férfias szerkezettel, a szélesebb csípővel, szélesebb derékkal, de hozzárakták azt az izomtömeget, ami. Meg ha megnézed az edzés stílust is, hogy mennyit változik egy karcsú derekú embernél, meg egy derekas embernél, hogy a derekas ember az mer evezni szabad súllyal, az mer gugolni szabad súllyal, és nem kicsi súlyokkal. Tehát ott elengedhetetlen, hogy ne legyen széles a dereka. Tehát ott már maga az izom méret is kell, mert az tartja, igen, őt. Egy karcsú derekú ember nem fog 150-160 kilóval döntött törzsű evezést csinálni. Igen. Sőt, én úgy látom, hogy nem is csinálnak, inkább a gépeket erőltetik. De hát ezek eltűntek. Nézzük meg egy Schwarzenegger féle hátedzés, brutális. Igen. És én úgy látom, hogy Dani is még ezt a retro szakaszt képviseli, meg én is abszolút. Tehát az az igazi vérbeli edzés a vasakkal. Az az igazság, hogy ti abszolút megfeleltek annak a profi fazonnak, amit diktálni kell, csak hogy az afroamerikaiak elhúzzák kicsit e felé, a vékony deréknak kell lenni, vékony izületnek, mert akkor az a top 3. Nem? Igen. Ez borította fel az egyensúlyt. Ezért nem felelünk meg. Igen, ez borította fel az egyensúlyt, meg a megítélést. Igazából abból a szempontból nem gáz, mert valóban esztétikusabb látvány. Az tény. De én nem tudom máshogy nézni a testépítést, mint anatómiai szemmel. És ha valami anatómiailag nem megfelelő, nem ott tapad, nem ott ered, ahol kell, akkor az hogy lesz bajnok? Én ezért mondtam már nem egyszer egy olimpiai végeredmény után azt, hogy most persze ez nem szegénységi bizonyítvány magyarázata akar lenni, de hogy hasznos lehet, hogy már lassan ott tartunk, hogy szét kéne szedni az afroamerikai versenyzést, meg a fehérbőrű, akár európai vagy amerikai fehérbőrű versenyzést, mert nézzük meg, ott van egy top 6 olimpia, és abból 5 ugye afroamerikai ezekkel az üzületekkel, mert egyszerűen csak azt értékelik. De így egy Jay Cutler az még pont megcsípte azt, hogy a Coleman után tudott még érvényesülni, de amióta ennyi feltörekvő más afroamerikai olimpikon van, nehéz mellettük érvényesülni. Genetikailag alkalmasabbak. Így van, igen. Így van. És ugye ez így annyira azt mutatják a számok, hát most is itt van sajnos nem tudom a nevét felemlékezni, de az olimpián van az a női kategória, amelyikben most egyszerűen csodálja mindenki annak a felépítésnek, amit abban a fizik kategóriában az a afroamerikai nő mutat, hogy ilyen derék, de szerintem így átérném, és egy ilyen, egy gyönyörű tervezett szobor, ahogy ő kiáll, hát igen, ez a hatalmas genetikai előnyük, és hát így persze, hogy mi pontozásilag kilógunk a sorból, de hát ez nem feltétlen fel. Halkan tenném fel a kérdést magamnak, hogy vajon miért a Jenő kapta ezt a kérdést? Tudod miért? Hát mindig a legjobbat piszkálják, és ki piszkálja a legjobbat? Az irigyember, vagy az ki féltékeny az eredményre, vagy ki? De jogos a kérdés. Én pont azért tettem fel a kérdést, hogy itt válaszoljuk meg ezeknek a kérdésfeltevőknek, akiket látok a Facebookon, a YouTube-on. Én azt mondom, hogy ezt a fajta problémát, ha ezt problémának lehet nevezni, hogy valakinek nagy a dereka, miért nem próbáljuk azzal kompenzálni, hogy növesztünk hozzá nagy lábakat? Nagy láb, nagy váll, nagy hát, okay. Mint ahogy Jenő is bemutatta. Nem, én ezt szerettem volna tisztázni, mert ugye olyan emberek kérdezik, laikusok, követők,
akik ugye a szemük és a marketing elviszi őket, hogy csak ez a testépítő, aki így, és így néz ki vé alakba, genetikailag. Tudod, nagyra értékelt barátom Vida Zoltán, mert nagyra értékelem mind barátságát, mind tudását, ő mindig azt mondta, hogy állítsuk fel oda az embert, és vágjuk ketté, hosszába, és nézzük meg külön-külön. És azok az emberek, akiknek rövid a keze, rövid a lába, mégis olyat produkál a színpadon, hogy elesik az áll az embernek tőle, az hogyan tud megfelelni annak az elvárásnak, amit szakmailag azt mondanak, hogy ez nem egy testépítő alkat. Értem, abszolút. Csak én nem szeretném ezt a vitát kiélezni, hogy ki teszi fel ezt a kérdést, meg azt a kérdést. Én azt mondom, hogy mindenki úgy dolgozik és gazdálkodik, ami van. Ezt megváltoztatni csak abba az irányba lehet, ahol a növekedési irányt tudjuk megcélozni, az eredményesség irányt. És látod, egy Kökény Bélának a testformájából is ki lehet hozni egy olyan helyzetet, amikor tarolni tud. De a testépítő alkat az egy sokkal másabb arányokkal rendelkező típus az, ami alkalmasabb. Például itt vannak a fekák, ugye? Igen. Szerintem összekevertük már a klasszik fizik kategóriát a profi testépítéssel. Össze lett mosva, igen. Nem? Tehát ugye ez nem fair. Igen. Hát lehet, hogy nem fair, de amikor elindul az ember, és fogja a vasat, és érzi, hogy fejlődök, alakulok. Egyszer csak kialakul meg benne mi, egy fizikmenő verseny. De már kevés vagyok, vagy sok vagyok. Akkor legyen testépítős. És akkor egyre inkább az a nézet, az a produktum, hogy építkezzünk, növekedjünk, és akkor jön az a lehetőség, hogy ki csinálta meg, mennyi idő alatt csinálta meg, hogy csinálta meg. De jó neki. Én is azt mondom. És nem neki, ő neki is, a másiknak is, egy Kökénynek. Mindig tapsoltunk, amikor megcsinálták az eredményt. Igen, ez egy kurva nagy munka, megcsinálták. Így van. Mit tanácsolnátok a mai új generációnak testépítés terén? Mire figyeljenek a legjobban? Türelem? Hát nézd, egy dolgot nem tudnak megvenni. Az észt. Viszont kitartással, munkával, anyagi eszközök lehetőségével, segítséggel, bárki bárhova el fog jutni. De könyörgök, észt senki nem fog venni. És nem tud kapni. Kijárhatsz egy olyan utat, amiben segítenek, hogy miért erre, miért arra, és ha te jól gondolkodol, még mindig nem vettél, de jól gondolkodol, akkor meg tudod csinálni. Nagyon sokan megcsinálták, nagyon sok embernek, igen, kell a segítség. Kell egy Tóth Dani típusú embernek is, igenis kell mögé egy kritikus, egy edző, aki azt mondja, hogy ez miért nem jó, vagy az miért nem jó. Lehet, hogy nem szívesen fogadják már el a kritikát. Aláírom. De ez nem így működik. De ez nem erről szól. Mert te kívülről másképp látod a történetet, másképp tudnál segíteni, másképp... Akár. Dexter Jacksonnak is mai napig van gurúja, edzője, aki irányítja és segíti. Pedig nála tapasztalata profi nem nagyon van. Szerintem a legtöbb eredménnyel ő rendelkezik. Én azt mondom, hogy a testépítés világát nem kéne személyesre venni, örülni mindenki eredményének, egymásnak, megcsinálni a magunk által kitűzött célokat, az eredményeket, csak sajnos ez a világ most egy kicsit eliparosodott, ez egy kicsit elszálltunk, mindanélkül így nem sikerült megvenni azt a kis töbletet a koponyába, de ettől független, én azt mondom, hogy a magyar testépítés nincs rossz helyen. Nincs rossz helyen. Akár a Jenő, akár a Dani, vagy a Molnár Peti, Kökény, tudnak még az életben olyat produkálni, ami egyszer csak megint csak megdöbbentő lesz, és lehet, hogy azt mondjuk igen, mert a kitartás, mert. Tény és való. A munka előbb-utóbb meg fogja hozni a gyümölcsét. Így van. Az egy kérdés, hogy minek megyünk neki egy adott hétvégi szórakoztató versenynek, avagy a pénznek, mert nekem nincs pénzem, és kell a pénz. Tehát itt nagyon sokat befolyásol a felfogás is, hogy most véresen, komolyan veszem a dolgomat, vagy úgy nézzük, hogy oké, megcsináljuk, és ott leszünk.
Tehát mindig számít az, hogy kinek mi a szempont benne. Így van. És ha már itt tartunk, ma már mindenki egyből szponzort akar, már mindenki egyből segítséget, reklámot, anyagi hátteret, hát még igen. A kezdők is. De ez hogy működik, Jenőkő? Mert hogy van egy sportolónak szponzora? Te nagyon sok éve, jól tudom már, hülyen a biotekusával vagy együtt, és nagyon is megbecsülik a munkásságodat, és nem látjuk tőled azt, hogy te fél évente szponzort váltasz, hanem te igenis szépen mész tőle. Ez hogy működik egy igazi versenyző életében? Mikor még ők MLO néven futottak, mert akkor, vagyis már akkor együtt voltunk, és pont ezért, mert egy olyan csapat, ahol megmaradt az emberiség. Nyilván ott is ugye pénzorientált a cég, és biztos, hogy vannak ott is olyan hibák, ami embertelennek bizonyulhat, de nem biztos, hogy ha az ő szemszögükből nézzük, akkor valóban embertelen dolgot követnek el. Tehát én látom őket, napi kapcsolatban vagyunk, egy nagyon korrekt és tiszta cég. És ha már én egyszer valaki mellett leteszem a voksot, akkor én nem szeretek onnan tágítani. Tehát ha most egyik nap erre esküszöm, és erre mondom azt, hogy ez egy korrekt dolog, és ezt szedjétek ti is, utána másnap meg egy másiknak a termékére fogom ezt mondani, akkor azzal a saját jellememet is lerombolom, én úgy gondolom. Én abszolút meg vagyok elégedve a biotekkel, és én maximálisan kitartok mellettük. Tehát te emberileg is szeretsz velük dolgozni, így jól van. Értem. Én nekem ez nagyon fontos, hogy az a csapat, aki ott van, az legyen emberséges. Mert ha csak a pénzről szól, akkor az embernek elmegy a kedv az egésznek. Emlékszel dátumilag, hogy mi jött a szponzorálnak? Dátumilag nem. 95. Igen. Akkor ültünk le először a Lévai Ferivel. És akkor még ugye az MLO volt, ha jól tudom. Igen, akkor MLO volt. És akkor azt mondtuk neki, hogy a világbajnokságra készültünk, és minden sanszunk megvan a lehetőségre, de nekünk most kell a segítség, hogy ott arra az időpontra mi odaállhassunk. És segítettek. Óriási dolog volt. Bocsánat. Most a Biotechnél volt egy baki, és ezért én csúnyán kapom is a kommentekben a jelzéseket, hogy megbüntették őket, mert hogy nem azt tartalmazta négy termékük, ami rá van írva. És ezért én is kapom most a dolgokat, hogy lefekszem a pénzért, meg nekik lehet, másoknál meg megszólom, és stb. Stb. Itt azt azért látni kell, hogy az, ami rá van írva, és attól eltérés van, az nem egy olyan nagy százalékbeni eltérés. Tehát amit ők itt hibáztak a 20 év alatt először, amióta működnek, az, hogy nem írták rá, hogy mit tudom én, plusz-minusz 2% a 88% fehérje. Tehát ennyit hibáztak, mert nem 88, hanem 87,3% volt pont abban a dobozban, amit vizsgáltak. Tehát ez nem egy akkora eltérés, hogy most ezért bárki eltávolodjon a cégtől. Itt sajnos a média kapott föl megint egy ilyen sztorit ebből, és nagyították ki a dolgot. Én nem gondolom, hogy más cég vagy más ember 20 év alatt ne hibázna. Akár nem egyszer, hanem több százszor is. Én hibáztam a 20 évem alatt nagyon sokszor. Én elismerem és felvállalom. Náluk ez egyszer sikerült. A több száz termékből 4-be találtak ilyen apró jellegű hibát. Egyébként a minősége meg kiváló értékelést kapott. Abszolút hamosíthatom. Tehát ezt is oda kellett volna írni ebbe a cikkbe, akik ezt felkapták. Tehát ezért nem illik eláztatni egy céget, és én ezért is kiállok mellettük, és vállalom ezt, hogy bakisztak, emberekből vannak. Volt egy ilyen apró hiba, 20 év alatt egyszer, bum. Én azt gondolom, hogy ez lehet akár egy gépkeverési hiba is, mert az anyag odarakad a gép oldalára, és nem keveredik be a többibe, és ezért nem érzéket. Így van. Szóval ezért így szerintem... Igen, csak ebből is a média csinált egy akkora hírt meg, hogy csúcsbüntetést kaptak, holott a csúcsbüntetés ennél a versenyhivatalnál nem 150 millió, hanem ilyen 4-5 milliárd is volt már. Úgyhogy ez a 150 millió ahhoz képest nem hiszem, hogy csúcsbüntetés. Meg azért mögé kell nézni, hogy a 20 év alatt hányszor kaptak elnőrzést, és abból most egy fennakadt, egy minimális eltéréssel. Így tehát van. Ugye azért azt nem kiabálták ki, hogy hányszor feleltek meg, hányszor produkáltak jó minőségű így árut. Tudod, hát ki ellensége... mindig a savazást? A legjobb, igen. Aki csinált valamit, vagy aki produkál. Így van. Így van.
Hát... A mi életünkben is jelen van az MLO, ahogy kis Jenő is. Most 30 évesek vagyunk, és reméljük még tudunk együtt egy 30-as lehúzni. Úgy legyen. Hát én nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, és szeretnék gratulálni az eddigi elért élettudatokhoz. Sportterén, fitnessterem, vezetése, tulajdonos vezetése terén, és hogy mennyi versenyzőt neveltél ki, Feri. És nagyon jó volt látni ezt, hogy a mai napig így le tudtok ti ülni, és leültök, és képviselitek ezt az egész 30 évet. Köszönjük nektek, hogy eljöttetek hozzánk. Mi is köszönjük a lehetőséget. És még egyszer további sok sikert. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük nektek, hogy ma is velünk tartottatok. Ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornánkra. Kövessetek minket. Sziasztok! Sziasztok!